egy tény, hogy tavaly után idén sem értük el a Final Fort. én is azt gondolom, hogy nem a kapuban ment el. A, a, védelemben én is azt éreztem, hogy bántóan sokszor verték meg a, a belső védőinket egy az egyben. Ha a szünetben össze tudja rakni írics, azt, hogy minek kell lennie a taktikának, hogy működjön az eredményesség, akkor a mérkőzést megelőzően ezek a dolgok rendre miért maradnak el? Hajnal Csaba örökérvényi mondása az, hogy rend, fegyelem, munka, ez vezet a sikerhez. Olyan edzőt kell hozni, aki rendet, fegyelmet tud tartani az öltözőbe, és a megfelelő munkát el tudja végeztetni ezzel a sztárcsapattal, és akkor talán lesz eredmény is. Sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Ez a Vehír 21, a Veszprémi hírportál vadonatúj podcast műsora, amelyben időről időre heti, illetve napi aktualitásokkal foglalkozunk. A mai adásunk egy különleges pillanat lesz, hiszen meghívott vendég helyett a sportrovatunk kollégái fognak beszélgetni a Telekom Veszprém vereségéről, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az építők Alborgban 5 gólos vereséget szenvedett, ezzel pedig búcsúzott a Bajnokok Ligája idei kiírásától. Ezúton köszöntöm kollégáimat, az Atkalik Dávid Sport Rovat vezetőt, illetve Darcsi István sportújságírót, én Simon Dani vagyok. Mit gondoltok? Mi lehetett, mi lehetett az a faktor, ami hiányzott? Én azt vártam, hogy idén megnyerjük, hogy, hogy miért gondoltam ezt igazából, most nagyon nehéz alátámasztani, talán egy ilyen vágyvezérelt gondolkodás volt, és annyiszor nekifutottunk már, és, és visszapattantunk, volt négy BL döntünk is, és az ember úgy tűnik, hogy, hogy, minden évben azt gondolja, hogy na majd most. Ez a na majd most érzés volt bennem. Én sajnos az első meccs után pessimista voltam, bár ugye az első hazai mérkőzést megnyertük egy góllal. Nekem akkor is az volt a talán objektív meglátásom, hogy, hogy összességében nem voltunk jobbak a, a, a Dán együttesnél. Sőt, sőt azt gondolom, hogy az a, annak a mérkőzésnek a, a, a végjáték az, az, némileg szerencsésen alakult a javunkra. Némi játékvezetői ö, támogatást is ö, ö, kaptunk. És ö, hát most a, az első mérkőzés utolsó a másodpercében esett gól, az pedig ugye még egy olyan, olyan eset, amiről azóta is vitatkoznak talán soha nem fogjuk megtudni, hogy akkor az időn túl volt, vagy, vagy szabályos volt. Összességében én a, a, az első mérkőzés után sajnos sötéten láttam a, az esélyeket, és a szerdai találkozó ezt, ezt be is bizonyította. Több, több faktor is hiányzott szerintem. Én nyilván kívül mély szakmai jellemzésekben nem, nem bocsátkoznék. Nekem, nekem sajnos a, a gyakorlatilag a 120 perc után az volt a, a meglátásom, hogy teljesen megérdemelten jutott tovább a Dán együttes, és gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy a játék minden elemében felénk nőttek. Dáviddal ellentétben én derülátó voltam az első mérkőzés után. Az első mérkőzésen én azt vártam, hogy hogy egy olyan előnyt szerzünk, ami nem kényelmes előny, de hogy egy, egy olyan előnyt, amire már lehet építeni egy visszavágót, ez nem jött össze. Az első fél időben borzalmas volt a csapat. Az volt az érzésem, hogy jobban felkészült belőlünk az Olborg, mint fordítva, és ez a pályán mindenünket kere, minden elképzelésünket keresztül húzták a dánok. De a szünet után valószínű, hogy a fél időben nem is fejmosás, hanem egy ilyen taktikai helyrerakás volt az agyakban. A félidő után, amit a csapat produkált, azelőtt le a kalappal. A részletkérdés most, hogy a végén, hogy nagy volt a hátrány. Tehát hat gólt hat kellett 25 perc alatt ledolgozni. Helyre került a, a dolog. Én azt vártam, hogy onnan fogja a csapat folytatni, ahol abba hagyta. És a tegnapi meccsen úgy is indult, hiszen 7-4-ig gyakorlatilag minden rendben volt és úgy voltam vele, hogy ezt le lehet hozni, ugyanis ha visszakapcsolunk a, a, a kézilabda történetbe, találunk olyat, hogy egy gólos hazai győzelem után idegenbe is tudott egy gólal nyerni csapat, és volt olyan, például a Celje egyedüli BL győzelmét úgy aratta, hogy az első kieséses fordulóba 13 góllal kapott ki Leonba, utána otthon ez be tudta hozni, 13-mal nyert, és több idegen bedobottal, akkor még az volt a szabály, tovább is jutott. Tehát igazából a kézilabdába bármi megtörténhet. Pontosítanék az első meccs én is, én is, optimista voltam, sőt volt is ugye egy játékunk, ahol tippelnünk kellett, és a, én is a Veszprémet láttam esélyesnek, ami a, az első meccs után sajnos átfordult, és amit még szeretnék az első meccsel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy Említettem ugye, hogy milyen tényezők játszottak ahhoz, hogy a hajrában a javunkra fordítsuk. Igen, emellett ugye azt a küzdést, azt, azt mindenképpen ki kell emelni. Tehát a két meccs négy fél idejéből az a hazainak a másodikja, az, az szerintem a legnagyobb kritikusokat is csendreinti. A másik dolog pedig, hogy olyan támogatást kapott a Veszprém Arena teltházas közönségétől ez a csapat, ami, ami még Veszprémi szinten is ritka, és még a televízión is átjött, hogy gyakorlatilag felállva szurkolt az az öt ezer ember, és, és szerintem ott, ott gyakorlatilag, ahogy, ahogy a sportos közhely mondja, bele, belehajszolták a csapatot a győzelembe. Ezt, ezt, ezt még mindenféleképpen hozzá akartam tenni. Dani, te, aki a helyszínről tudósítottad az első mérkőzést, hogy láttad azt, illetve hogy láttad a párharcot? Én egy kicsit összetettebb választ adnék most erre a helyzetre, mert akarva akaratlan az emberben ezek a pillanatok, amik kevésbé sikeresek, elhelyeznek olyan aprócska tüskéket, amik, hogyha elkezdenek felgyűlemleni, akkor bizonyos kérdésekhez vezetnek. Én nem csak ezen a mérkőzésen, hanem már több bajnokok ligája mérkőzésen megfigyeltem azt, amit az imént egyébként ti is említettetek, hogy bizonyos rossz kezdéseket követően esetleg egy, egy, egy fél idő után a csapat egy más arcát tudja mutatni. Az a kérdés, amire én egyébként a mai napig sem kaptam választ, ugye említetted Pista, te is a felkészültség a, a, az albor részéről, ami, 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 ami volt, ha a szünetben össze tudja rakni írics, azt, hogy minek kell lennie a taktikának, hogy működjön az eredményesség, akkor a mérkőzést megelőzően ezek a dolgok rendre miért maradnak el? Mi lehet az a, az a, az a hiba, ami úgymond sokszor hátrányból való felállásra kényszeríti a Veszprémet? Isten, a te tapasztalatoddal neked kell ezt a kérdést megválaszolni? Jó? Én ezt megmondom őszintén abban látom, hogy egy kicsit, egy kicsit túl lett erősítve a csapat. Tehát tele vagyunk sztárokkal, nincsenek cipelők, Jellemző példa erre, hogy ugye a Kentin Mahé, aki olimpiai világ és Európa bajnok, a az ószektorba töltötte az első mérkőzés, most nevet, nevezve volt, nem játszott. Nem tudjuk, miért nem játszik ennek ezer okkal. Lehet, lehet belső, lehet fegyelmi, lehet nem passzolnak össze a játékba, emberileg, sok minden lehet, tehát, tehát ezt nem minősíteném. Viszont jól mutatja, hogy egy olyan játékos, aki a világ összes másik klubjában biztos, hogy kezdő lenne nálunk, nem játszik. És ha végigmegyünk a csapaton, büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen világválogatottat sikerült összehozni Veszprémbe. Ugyanakkor ez felvet bizonyos problémákat is, hogy itt mindenki inkább a villogás részét szeretné felvállalni, holott a kézilabda alapja a, elsősorban a védekezés. Tehát a, a kuli munka, a, a fekete munka, fel kell venni a munkást, a drágot, és dolgozni kell. És valahol ezt hiányoltam, mert rengeteg kapott gól volt. Itt ugye elverik a port a kapusokon is, de a kapus védekezés az nagyon összefügg, tehát hogyha nincs megfelelő védekezés, a kapus kiszolgáltatott helyzetben van. Ezért én, én sok szempontból védeném a kapusainkat. kapusokat én is védeném. Korrá lesz az első meccsen, Zicerek sorát fogta. Ha ő az első meccs első féldejében nem így véd, akkor ott könnyen lehetett volna kétszámígyő a különbségben, amit kimondani is szörnyű. Landin egyébként a túloldalon azt az extrát az első meccsen, bár jól kezdett, nem hozta. Tehát én is azt gondolom, hogy nem a kapuban ment el. A, a védelemben én is azt éreztem, hogy bántóan sokszor verték meg a, a belső védőinket egy az egyben, ami ami teljes mértékben megdöbbentő volt, mert egy, egy, egy Fabregas úgy, úgy szerzett előnyt a, a, az, az irányítójuk, a, a dánoknak, hogy, hogy gyakorlatilag teljesen, teljesen megdöbbentett. Érdekes, főleg annak fényében, hogy a szerdai mérkőzést követően a Sport1 TV kollégái megkérdezték ugye Momirilistől, hogy mit gondol, mi okozta a, a védelemnek ezt a, 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 az alkalmatlanságát, és annak ellenére, hogy egyébként a, az edzői stáb az egész év során végig, a kapusok mellett állt nagyon sok bizonyos helyzetben. Idicsnek az volt erre a válasza, hogy sajnos a folyamatos kapusteljesítmény hiánya volt az, ami ugye a, a, a felkapaszkodást még-még segítette de már az egyenlítést vagy a, a, fordítást már nem tudta eszközölni. Nagyon sok olyan helyzet adódik az elmúlt időszakban, amikor egyébként azt érzem a, a, az edző részéről, mint bizonyos helyzetekben egész más látna, mint azon szurkolók, vagy, vagy, vagy mi újságírók, akik, akik úgymond kívülállóként éljük meg ezeket a mérkőzéseket. Mondom ezt úgy, hogy, hogy szakmailag nem kérdőjelezem meg a tudását, de amikor már ennyi dolog gyűlemlik föl, az, 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 az már akarva akaratlanul újabb kérdéseket von maga után. Meg ugye bizonyos dolgokat, is, ezt Pista említette, és nem látunk a, a kártyák mögé, viszont ugye említetted Kentin Kantelmai esetét, aki gyakorlatilag évek óta megosztja a szurkolótávort, az ő, az ő szerepveltetése, illetve mellőzése. A szurkolók egyik része azt mondja, hogy véletlenül még sincs meg benne az a az az extra vagy a nevezzük x faktornak, ami ami, ami jut alkalmassá tenni arra, hogy ezt a csapatot ö, ö, mozgassa, hiszen egyetlen egyedzőjénél sem ö, tudott húzó emberré válni. A másik tábor pedig azt mondja, hogy ő azért nem tudott húzó emberré válni, mert egyetlen egyedzőjétől sem kapta meg a bizalmat. És ő egy 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 extra fiatalember, aki aki biztos, hogy a beillesztése ö, sem egyszerű feladat. Te, te, hogy látod, melyik, melyik vélemény áll közelebb hozzá, Pista? A szurkolók azért szeretik Máhét, mert, egy, mert egy, egy laza, közvetlen, barátságos fiú, és a a, 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 francia lévén, bár, bár Németországba élte a szakmai pályafutása nagy részét és csúcsát, ő, ő, megmaradt olyannak. Tehát, tehát egy kicsit laza, nehéz kordába, játékrendszerbe illeszteni. Én azt gondolom, hogy ez lehet valahol a mellőzésének az oka, tehát játék közben megbeszélnek egy valamilyen figurát, és hogyha ő mást lát, vagy másthol lát lukat, vagy valami, akkor nála ez felborul, a labda nem megy tovább, hanem akkor egyéni eskedésbe kezd. Ettől függetlenül egy kiváló játékos különben nem nyert volna olimpiát, világbajnokságot, Európa bajnokságot, és lehetnek még akár másokok is, nem tudom, a többiek például hogy tolerálják ezt, szeretnek vele játszani, nem szeretnek. Tehát nem biztos, hogy ez csak kizárólag edzői döntés volt. Ez belső öltözői titok, amit talán soha nem fogunk megtudni, vagy, vagy vagy sok év múlva. Tehát akkor mondjuk a mai emellőzés kapcsán illetve akkor akár fel is mentenéd, vagy nem feltétlen a az ő, ő hibájának könyveled el, hogy, hogy ők, ők Egyetlen egy percet sem játszott a, a, két mérkőzésen, ezt azért mondjuk ki a Hát az első mérkőzésen, ugye, hogy Pista is nem emlédett, is tudott, de, mert a leláton, sem volt. A leláton Ugyanakkor, ami számomra egy olyan helyzetben, mint ami a tegnapi mérkőzésen felmerült, hogy egy irányítónak sem ment a játék. Reméli betegség ellenére 50 percet volt a pályán, a Kaszádó sokszor, mintha ha, 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 nem is lett volna tisztában azzal, hogy milyen formáció fog következni. Nem nyúltak hozzá. Nem nyúltak hozzá, ahhoz, ahogy ahhoz az Andreas Nilssonhoz sem nyúltak, aki csapatkapitányként csak ugyan az utolsó idényét tölti Veszprémben, tehát úgymond az utolsó BL mérkőzésén szint úgy nem kapott egy percet se, úgyhogy az a Fabregas, aki egyébként mondhatjuk azt, hogy a világ egyik legjobb játékosa a posztján nem ment a játék, ott van egy Pesmábekünk, akinek szintén nem ment a játék. Ezen dolgok ellenére is nem nyúlt hozzá Iric, és ez már a harmadik dolog, nincs ellenszem bennem az irányába, csak, csak ismét, ismét fel, 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 felmerül az a dolog, hogy rendben, van egy ilyen játékos keretünk, amit egy vezetőség a sportigazgatóval az élen ide tudott szerződtetni, és abban nem menjünk bele, hogy, hogy ez árérték arányban mennyibe kerül, mert nyugodtan bonszolgathatnánk más kluboknak a költségvetését is. Ez van. De hiába van, hogyha egyszerűen nincs mögötte az a szakmai háttér, ami fel tudná juttatni mindezt a csúcsra én is itt szerettem volna uh, ki, kiukadni, hogy összességében a, a, teljes párharcot tekintve te, te mennyiben ö, milyen fokúnak érzed Érics, illetve hát a Péter felelősségét? A négy fél időből hármat elvesztettünk. Tehát nem kérdés, megérdemelten jutott tovább az Olborg, sok sikert nekik a, a Final forba. Én azt kívánom, nyerjék meg legalább, <coughs> mondhassuk azt, hogy a későbbi győztes ejtett ki minket. Még egy mondatra visszatérve a, a Mahé problémához, ha az ő játéka, az ő habitusa, egyénisége nem illett a játékba, akkor amikor az ég a ház, a helyzet van, akkor nem biztos, hogy, hogy, hogy hozzányúl, vagy lehet, hogy minden mindegy alapon hozzá lehetett volna nyúlni, hiszen kikapni vele is lehetett volna. Én azt mondom, hogy, hogy adott esetben Mahé és Nilsson nélkül is ennek a csapatnak lett volna esélye, és tovább is kellett volna jutni. Tehát ez az állomány egyébként jó volt ahhoz, hogy nélkülük is tovább menjen. Lehettek volna adott esetben sérültek is, és akkor ugye nem, nincs miről nincs miről beszélni. Egy tény, hogy a tavaly után idén sem értük el a Final fort. És sokan azt mondják, hogy minden idők legerősebb Én. kerete volt, a, illetve hát jelen pillanatban is a, a Veszprém mi keret. Minden könyvtefalazás nélkül kimondhatjuk, hogy ez az eredmény. Függetlenül attól, hogy egyébként egy rokonszenves jó modern kézilabdát játszó ellenfél találkoztunk, ez az eredmény, illetve a kiesés, ez csalódás. Ezt, ezt le kell szögeznünk. És nem csak nekünk, hanem azon szurkolók számára is, akik bérleteket vásárolva évről évre ott állnak a csapatként plusz játékosként segítve a sikerhez a beszprémet, mert egyszerűen nem lehet elvenni a szurkolók érdemét azon bizonyos részsikerekből, amit a hazai mérkőzéseken hozzá tesznek. Nem tudom, hogy ez az újabb törést mit fog eredményezni, de azon hangokat látva és olvasva, amik a, a mérkőzést követően több Veszprémi ö, platformon, illetve szurkolók által irányított oldalakon eddig megnyilvánult, az a, a Szeged elleni ö, bajnoki döntőre vetítve nem sok jót tartogat. Egyébként ezt én is, ha nem is ebből az aspektusból, de a Szeged elleni párharcok, hát ugye a Magyar Kupa döntő és bajnoki döntő előtt állunk. Nekem az egyik első gondolatom volt a tegnapi mérkőzés után, és akkor itt is kifejezetten kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy okozhat -e ez akkora törést ez a tegnapi kiesés, hogy olyan szinten rányomja a bélyegét a Szeged elleni párharcokra, hogy, hogy itt, itt, alapjaiban megváltoznak az erőviszonyok. Tehát gyakorlatilag a, 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 bajnokok ligája párharc után hát láttak, láthattuk, hogy, hogy, lényegesen előrébb járt a, a Veszprém, mint a Szeged. Tud-e ez fordulni, vagy tud-e tud -e olyan lelki hátrányba kerülni a, a vakonyi együttes, hogy, hogy a, a, Szeged ez vérszemet kapjon, megérezze a, a vérszagot, és, és bizony keserves, kemény döntők elé nézzünk. Véleményem szerint nem. Az európai és a magyar mezőny az nem ugyanaz a kávéház. A Szegednek átmeneti éve van, ugye tudjuk, hogy, hogy erre az évre kapott csak az edzői stáb bizalmat, már építik az új csapatot, tehát ezt az évet ők is úgy könyvelték el, hogy itt valószínű ezüstöknél több nem lesz. Ha megnézzük a két csapat egymás elleni mérlegét az elmúlt két évből, de akár maradjunk, csak szűken ennél az évnél, hiszen ebbe az évben, ebbe a szezonba vagyunk, akkor eddig gyakorlatilag agyba főbevertük a Szegedet, és ennek az volt az oka, hogy kijött a minőségbeli különbség minden poszton. Ha megnézzük, hogy most én kit cserélnék el. Szegedit hoznék ide veszprém helyet, akkor egyik poszton sem cserélnék. Tehát azt mondom, hogy minden poszton jobb a Veszprém. Ha ezt a tudását mozgósítani tudja, akkor nem kérdés, hogy a Magyar Kupát és a bajnokságot is a Veszprémi csapat fogja nyerni. És azért is gondolom, hogy ez így lesz, mert a játékosokat is gondolom megviseli, meg hát szó nélkül nem hagyják a vezetők se ezt a BL kiesést, hogy nem jutottak a Final Forba. Tehát ahhoz, hogy mentsék az idényt, zárójel, ezzel se fogják tudni megmenteni, zárójelbe zárva. A magyar bajnoki címet és a magyar kupát el kell hozni. Tehát valószínű, hogy, hogy ott olyan lesz a hozzáállás, hogy nem sok esét fognak adni a Szegednek. És ez elég lehet a szurkolóknak? Véleményes szerint, Pista. Azon tényezők mentén, amit, amit, amit ugye idáig is megbeszéltünk. Mert akarva akaratlan a, 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 magyar bajnokság szerintem a, a komplett európai mezőny tekintve már-már olyan érdektelenségbe fajul sokszor, ha csak éppen nem egy, egy Veszprém-Szeged derbiről beszélünk. Látva az idei mérkőzéseket egyébként már ez egy Veszprém-Szeged mérkőzésről is elmondható volt. Én még mindig azt érzem, hogy, hogy a, az Olborg elleni, elleni kieséssel a, a szurkolókban most valami olyan dolog merülhet fel, ami, ami, ami a múltban ennyire erőteljesen még, még nem zajlott le. Valóban, és ez azért van ennek az az oka, hogy ez a klub, fejből mondom, 27 magyar bajnokságot nyert, 30 magyar kupát, kétszer a kupa Győztesek Európa kupáját, ami szintén egy európai nívó, de hát mondjuk nyilván egyel alacsonyabb, és akkor azt hiszem négy sehaligát, tehát ez a, ez a klub a 77 óda íródó történetébe mindent megnyert a, a bajnokok ligája kivételével. Ami frusztrálja a Veszprémi szurkolókat, hogy ez ugyanakkor már sikerült a Celjének, amelyik most egy, egy elég gyenge a mezőnybe, a Hamburgnak, amelyik nem tudom én most került vissza a német első osztályba, a Montpellier-nek kétszer, és ennek a Várdárszkopjének, amelyik nem létezik. Szintén kétszer. Szintén kétszer, és a második alkalommal pont ellenünk, akkor, amikor a szétesés, az anyagi szétesés csúcsán voltak, fél éve nem kaptak fizetést, és mégis Nyolc játékosra megnyerték? Így igen. van. Tehát igazából a hiányérzetünket, Prémi, mint veszprémiek hiányérzetét, ez táplálja, hogy egyetlen egyszer azt a mondták korábban, hogy a robot kart. Hát nekem voltak kezembe az eredeti bajnok csapatok Európa kupája, mert elhozták. Veszprémben már akkor is már Bajnokok Ligája volt 2002-ben, megfoghattam, akkor utána változtattak, modernizáltak lett ez a robotkar, most megint más van ez a hálóban a labda, plakett, vagy nem is tudom minek nevezhetem, tehát egyszer már ezzel, az em ezzel szeretnének a veszprémiek itt az Óváros téren fotózkodni, és az eddig nem adatott meg. Ilyenkor mindig van egy, egy nagy keserűség, megfogadják, nem veszem meg a bérletet, nem megyek, nem jövök, akkor jönnek a Szeged meccsek, azért csak változik a, 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 helyzet, akkor ezek a sikerek újraadnak egy, egy reményt, és akkor következő évben vágjunk neki megint. Most ezt a, ezt a tendenciát erősítheti az, hogyha a csapat Nál lesz bizonyos frissítés, feltételezem az edzői posztom mindenképpen, a játékos állományba is lesz, hiszen jó pár játékosról tudjuk, hogy elmegy, és hát őket pótolni is fognak. Jakkal. Edzői posztot említettél, véleményed szerint a Mumirilics-Gulyás-Péter párossal nem fognak szerződésről szabítani a vezetők? én biztos vagyok benne, hogy nem megmondom, mert én ott voltam azon a idényító sajtótájékoztatón, ahol őket három évre megbízták, volt egy, a, volt egy, egy program felvázolva. Az első évben gyakorlatilag nem sok mindent vártak tőlük, inkább azt, hogy valamit itthon nyerjenek meg, tehát valamelyik akár a Magyar Kupa is elég, stb. Volt szó akkor ugye fiatalok beépítésére így is, van, sajnos így van. nem sikerült. Pontosan. Tehát ez fel volt építve, és a harmadik évbe kellett volna egy nagyot durantani. Nem mondták ki, hogy megnyerni a BL-t, de hát mondjuk a Final four az elvárható volt. Az első évben ki is mondták, hogy, hogy nem elvárás Igen. a Final Four. Ezzel szemben az első évben oda kerültek, sőt, kifejezetten jó volt a csapat, és onnantól kezdve. Akkor viszont, csak... hogy elvesztettük a bajnokságot. Igen, és onnantól kezdve, tehát, hogy megindult valami úgy visszafelé. Tehát tulajdonképpen most a, most olyan érzésünk van, hogy egy helybe toporgunk, mert ahogy mondtam, a, az itthoni királyság is részben abból adódik, hogy a Szegednek egy átmeneti éve van, átépítik a, a csapatot, és, és hát ezáltal gyengék, akárhonnan nézzük, tehát gyengék. De ezért sem lehet súlya a Szeged elleni bajnoki, illetve kupa siker. Én is azt gondolom, hogy az idényt egy magabiztos bajnoki döntővel, egy magabiztos kupa döntővel alapvetően meg lehetne menteni, és Hát ugye bl soha nem nyertünk, tehát ha abból indulunk ki, hogyha nem nyerünk bélt, akkor kudarc az idény, ez nyilván egy butaság, tehát ez, ez korábban sem sikerült. Viszont az idei Szeged valóban, ahogy te is mondtad, gyakorlatilag minden poszton gyengébb, mint a Veszprém. Ennél fogva, ha esetleg maga biztosan be is húzzuk, nem biztos, hogy minden szurkoló szájíze maradéktalanul jó lesz, vagy, vagy pozitívan fogja értékelni. Én azt mondom, hogy itt valahol az, edzői kérdés nálam, nálam az merül fel. Mert a vezetés felépített egy, 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 világválogatottat, nevezhetjük így, tehát egy kiváló csapatot, minden posztra van két egyen rangú tudású játékos. Bocsánat, a... hogy közbevágok, hogy ha már ezt mondod, te ki mondod, megerősíted azt, hogy ez valaha volt legerősebb Veszprémi keret? Én szerintem igen. Én szerintem igen. Tehát ebből, tehát az alapanyagot megkapta a szakács. Ebből kellett volna valami finomat főzni. Mert ugye mondják, hogy lekvárból nem lehet várat építeni. Sokszor volt korábban ez az indok, amikor kiestünk a nyolc között, még, a, még ugye a régi rendszerű BL-be, be Itt most minden, minden adott volt, tehát, tehát valahol ott a boszorkány konyhába lett elkövetve valami, valami nem a fűszerezéssel, a valamivel, tehát én azt mondom, hogy egy ilyen tudású, ilyen összetételű csapattal sokkal több variációs lehetőséggel kellett volna rendelkezni, hogyha nem működik az egyik, mert kivideózzák, rákészülnek, akkor jön a másik. Tehát én el tudtam volna képzelni azt, hogy, hogy itt van, van, hatos falas védekezés, nyitott védekezés, kétféle nyitott védekezés, akár, akár a több minden, és ezeket nem láttam. Ezeket nem láttam. Tehát ugyanaz súlykolta a csapat, amit általában minden meccsen, és hogyha az bejött, akkor jó volt, ha nem jött be, akkor, akkor bajok voltak. Nekem olyan érzésem volt az utolsó Magdeburg elleni meccsen, ahol itthon egy döntetlen elég lett volna ahhoz, hogy, hogy ne kelljen eh, nyolcad döntőt játszanunk, hogy, hogy, a csapat nem is nagyon erőltette ezt, mert akkor a Kielce ágára került volna, és ugye a Kielce nekünk már talán már mumus is, és hogy milyen jó a Kielce, én jobbnak tartom, mint az Olborgot. Tehát a Dusebájevvel az élén a, a valami nagyon jól épült, épül, szinten van tartva. Én nem lepődtem meg azon, hogy el akartuk kerülni őket, és úgymond a könnyebbik ágra kerültünk, és az olborgot kaptuk. Meg azt az olborgot, amelyik ellen jobb, a stat, jobb volt a statisztikánk eddig. És én is úgy gondoltam, hogy, hogy több esélyünk lesz az olborg ellen. Ez most sem jött össze, és én elsősorban magunkba keresném a hibát. Tehát itt becsaphatjuk magunkat, hogy elkezd a bírókat nagyon nézegetni. Én, én ott nem, nem ott éreztem, nem, nem ott mentek el a dolgok, sőt, hát itthon megkaptuk azt a gólt, bár tegnap találkoztam olyan szurkolóval, aki azt mondta, hogy sas szemmel nézte a, a helyszínen és figyelte, és hogy időn belül volt a gól, akkor nincs is igazából miről, miről beszélni? Az tekintve jelentőségesen volt annak a És Hála Isten egyébként, Am mert nem, rossz száíz lett volna bennünk, ha az a Golden. Na, abszolút. Hát idézőjelbe persze, na, hála Isten. Én szerintem ez, ez az idény így fog lemenni ezekkel a, az edzőkkel, és utána feltételezem, jönni fog valaki más. A doktor Csík Zoltán ügyvezetőnek volt egy kijelentése, amikor a Vrányes volt az edző, és ott teljes tábot hozta magával, hogy többet nem engedjük át a kispadot a külföldi edzőnek, mindig lesz ott valaki. Az a valaki először a Carlos Perez volt, és most a, a Gulyás Péter, tehát a, 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 klubhoz való kötődés, a szál, a magyar szál, az, az mindig ott volt, most is ott lesz. Azt se lepne meg, hogyha a Gulyás Péter, sokan szitták most a Petit is, meg, meg mindenkit is, azért, azért, azt lássuk be, hogy a döntő szó a vezető edzői mindig. Tehát lehet javaslata, ötlete, akármi, a döntő szó mindig, mindig az övé. És még azért a Gulyás Péterről egy mondatot, Vállalom, hogy elfogult vagyok fele szembe, ugyanis a, a klub 77 óta íródott történetében az egyetlen játékos, aki Veszprémbe született, Veszprémben nevelkedett, a katona idejét leszámítva csak Veszprémbe játszott, illetve ez a kettős kölcsönnel kisebb csapatokba, hogy több játék lehetőséget kapjon, ne csak a padon üljön, nevelte az utánpótlást, és most is Tudom azt, hogy nem az ő ötlete volt, ő ezt feladatként kapta, hogy legyen ott a, a felnőtt csapat mellett, tehát én ezt a bal hét nem belevithetném a személy szerint. Én, én ebben se, legyet, sőt, ki sőt, kifejezetten megvédeném. Maximálisan egyetért. A, aki Gulyás Péterrel egyébként már beszélgetett három mondatnál többet a kézlabdáról, az azt tapasztalta, hogy rendkívül felkészült. És, és alázatos, is és, alázatos és, és valóban a Veszprémi kötődése megvan, én se vele vitetném el. Zárásként akkor esetleg neked arra van -e elképzelésed, ha, ha valóban így alakul, és, és, és Momir is az idény végén elköszön a klub, hogy kit látnál szívesen, akár személy szerint, kit látsz reálisnak ki az, aki mozdítható, akinek a, a szerződése ezt lehetővé teszi, milyen irányba induljon el a, a klub északi vonal, spanyol vonal egyáltalán, te mit, 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 látsz reálisnak? Mindezt úgy, Pista, és ne haragudj, hogy a szabatokba vágtam, hogy lehetett hallani olyan plegykákat, miszerint szerint Carlos Ortega, a, a Veszprémi szurkoló Carlos ortega -ja, még mielőtt szerződést hosszabbította a Barcelonával, járt is Veszprémben tárgyalni ugyanez igaz Csabi Paskára is, már abban az esetben is történt egy szerződés-hosszabbítás. Volt szó Didier dinártról is, ugye a francia válogatott egykori szövetségi kapitányáról. Még milyen nevek merülhetnek fel? Na, na most még a vezetőséget abból a szempontból egy picit megvédem, hogy ugye sokan mondták, hogy miért nevezték ki az Ilicset, hiszen tapasztalatlan edző volt. Hát nézzük meg a Kielnél, a Fili Piha ugyanúgy abba hagyta a kézilabdát, ugyanúgy az játékos játékostársainak lett a főnöke, és megérték a BL. És ők egy időben voltak egy klubban, ugyanakkor a klasszisok, tehát igen, teljesen igen. hasonló igen. életút van mögöttük. Na most az Ilicsnek a, a, a szakmai pályafutása, azt le a kalappa, kétszeres BL győztes, a szerbekkel nyert érmeket, ebén, n stb. Egy jó értelembe vett fanatikus, aki megalkuvást abszolút, nem törően játszott. Abszolút. Azzal a délszláv habitussal, habitussal mentalitással. Tehát nem látok abba a problémát, hogy, hogy megpróbálták, nem jött neki össze. Ő még nem érett valószínű egy ilyen csapatra, egy ilyen feladatra. Kevés volt az az egy év, amit a, visszavonulása után, a Veszprémi utánpótlásba edzőként a fiatalokkal eltöltött, hogy ki lenne, hogy ki lenne az utód. Ö, nagyon nehéz kérdés, itt ugye ö, lehet, hogy olyan nevet is fogok mondani, aki, aki esze ágában nincs jönni, vagy, vagy egyszerűen szerződések köti. Én, én, a Csavit hoznám vissza. Az Ortegának volt a, a Segítője, pályáegzője. Ja, -e. A igen, igen, A Csabáti szavakét A Vízlapok jelenlegi vezetőedzőjéről beszélve. Ő volt itt a, a, a segítő, ő nagyon hamar megtanult magyarul, ez is mutatja valahol a hozzáállását. Alázatot? Így van. Aztán az élet úgy hozta, most ez hosszú történet lenne, külön meg egy beszélgetést, hogy hogy lett belőle vezetőedző, kényszerből, de lett és, és ott azért elég jól produkált. Hát ha valakivel valaha közel voltunk a BL megnyeréséhez, akkor az ő volt ugye az emlékezetes kiáltsa elleni történet. És azó, én azóta is figyeltem a lengyelországi munkáját, és a, amit ő abból a csapatból kihoz le a kalappal. Azóta tapasztaltabb is lett, mert amikor nálunk lett először vezetőedző, megint egy BL Győztes aspiráns csapatnál. Tehát ezek azért nagyon nagy ugrások. Én szerintem most ő erre a feladatra érett lenne, hogy kibe mekkora tüske van ezzel kapcsolatban. Ő, ő, ő úgy ment el, hogy, hogy tüske volt benne, amikor elment, mert ő azt várta, hogy meghosszabbítják a szerződését. Ezt nem tudom, de ő az, aki, aki ismeri a környezetet, tehát nem a nem veszünk vele zsákba a macskát, mi is ismerjük. Ismeri a környezetet, ismeri a rendszert, ugyanis itt a spanyol rendszer beműködik a, a klub. Tehát én vele látnám leginkább garantáltan azt, hogy ez a csapat ezután is sikert tudna elérni. Mert ha idehozunk német, skandináv edzőt, akkor, akkor valószínű, hogy egy nagyon nagy felforgatás lesz, aminek, aminek bizonytalan a kimenetele, majd megfigyelhetjük Szegeden. Ez hogy fog működni a következő idényben. Arra látsz, látok esélyt, hogy belátható időn belül magyar edzője legyen a az együttesnek, és akkor, ha már te bedobtál egy nevet, akkor én is leszek bátor, és én is bedobok egyet. Én idővel Gyurka Jánost egyébként el tudnám képzelni. Lehet, hogy most nagyon sokan megdöbbennek a, a készülékek előtt, akik követnek bennünket, de amit ő egyébként Moson vagy igaz egy női együttesnél csinál, az, az mindenképpen megsüvegelendő, és egy Veszprém ikonról beszélünk. Egyértelműen Gyurka János a, a az, az, a kezdeti időszakok egyik nagyon nagy ikonja, kiváló ember, kiváló edző, eddig csak női vonalon dolgozott, ugye a, a HypoBank Hipobank is dolgozott, és csak nőkkel foglalkozott. Férfiaknál Mocsai tanáról szerint a kézilabda ugyanaz, csak más az izomerő, meg a labda továbbításának, a lövésének a sebessége, de maga a játék ugyanaz. Én nem, tudom. Nem, nem tudom, nem, tudom, nem Tehát... tudom. Én azt látom, hogy és megint ugye ide kerülünk, hogy ha van egy olyan keret, amiben szinte minden játékos világsztár, oda szükség van egy olyan habitusra, amely azt a francia magot akár egy szóval, egy mondattal a sarokba tudja állítani, akinek a Nedim Remili nem mer egy időkérés alatt visszabeszélni, de aki mégis, mint egy apa szerepet betöltve, ha kell, akkor, akkor, akkor meg is tudja veregetni a játékosnak a vállát. Nem tudom, hogy, hogy, magyar edző és a gyurka érdemeit ezzel egy cseppet sem lekicsinyítve jelen pillanatban alkalmas lenne-e rá. Egyébként Szabátéról sem tudom, hogy, hogy, hogy alkalmas lenne-e erre. Ugyanakkor az már többször megfordult a fejemben, hogy szokták mondani, hogy a sors útjai ugye kifürkészhetetlenek, és elkanyarodtunk ebben a beszélgetésben is a, 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 arra a döntőre, amelyet már szinte megnyertünk, a kielce mégis fordított, az biztosan egy gyönyörű pillanat lenne, hogyha azt a múltbéli sérelmet a Veszprém az ő irányításával tudná úgy kiküszöbölni, hogy az a, az, az vár siker, ami ugye idén sem fog bekövetkezni, az, 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 az vele adatna meg. Én egy harmadik verzét mondok egyébként, miután ennyi francia játékos alkotja a keretet. Én a szívem mélyén jó iránynak tartanám, ha esetlegesen egy francia nemzetiségű tréner érkezne, ugyanakkor erre per pillanat nagy esélyt nem látok, viszont az, 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 az szerintem megkérdőjelezhetetlen, hogy egy, egy új faktorra van szükség e tekintetben, mert ha, ha ennyi minden felgyűlemlik, és egyszerűen nem jön ki a lépés, akkor úgy gondolom, hogy változás nélkül ez ez, 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 nem fog révbe érni már a csapat. Azt mi sem tudhatjuk, hogy a jelöltjeinknek van-e esélye, szerintem nincs, és ez csak egy játék volt a nevekkel, a gondolatokkal. Hajnal Csaba örökérvényi mondása az, hogy Rend, fegyelem, munka, ez vezet a sikerhez. Olyan edzőt kell hozni, aki rendet, fegyelmet tud tartani az öltözőbe, és a megfelelő munkát el tudja végeztetni ezzel a csapattal, és akkor talán lesz eredmény is tökéletes végszó volt, Pista. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. A nézőknek és a hallgatóknak annyit azért elárulhatunk, hogy a, a mai beszélgetés egész máshogy is alakulhatott volna, de a sors úgy hozta, hogy most vendégeket mi hárman beszélgettünk egymással. Annyit még az elköszönés előtt szerették mondani, és ezt mondhatom az Atkalik Dávid és Darcsi István kollégáim nevében is, hogy Sterbi Kárpádnak, a Telekom Veszprém kapus edzőjének mindhárman mi hamarabbi teljes felépülést kívánunk a a kapus edzője kedden egy rosszul létet követően bement a kórházba, ahol szívinfarktust állapítottak meg nála. Ezt követően ugye a Füredi szívkórházban meg is műtötték, az állapota már stabil. Bízom benne, hogy a közeljövőben már ismét erőteljes formájában láthatjuk. Úgyhogy még egyszer köszönöm nektek ezt a mai beszélgetést. A nézőinktől és a hallgatóinktól ezúton pedig elköszönnék, kövessenek minket, tartsanak velünk a következő epizódunkban is. Köszönjük a figyelmet!